Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 2-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mi foglalkoztatja őt, mik az ő gondolatai. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya a csokis csomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Itt ez a kép mutatja, hogy ő keres egy kiútat. Itt változások lesznek. Ő ebbe az irányba tekint, ahogy ez a lámpa, ez a fény mutatja. A háttérben van egy kígyó. Ezt ő nem látja, és nem veszi észre, ki ez a kígyó. Ez a kígyó szimbolizál egy hölgyet, és ez a hölgy figyeli őt. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Ez a kártya mutatja, hogy ő szeretne találkozni veletek. Ez a papagáj beszélgetésekre, kommunikációra utal, és ez, amit ő érez, mennyire fontos, hogy bizonyos dolgokról ti beszéljetek. Milyen lépéseket tesz irányotokba? Itt a 8-as szám egy húzavonára utal, de innen ki fog lépni. Itt lesznek változások. Ő egy új irányba tekint. És ez befejeződik, ez a húzavona befejeződik, mert ez a kasza elvágja ezt. És ezt közli veletek. Ő valamit lezár az életébe, és keres egy kiútat. A napi kártya, dein potenciál, ez azt jelenti, hogy higgyetek a saját erőtökben. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!